Jó. Akkor én elsősorban szeretnék köszönteni mindenkit, aki ezt a videót nézi. Rendhagyó videó, ugyanis ö, több szempontból is rendhagyó számomra. Nem csak azért, mert ö, egy olyan témával foglalkoztatok, amivel a legjobban szerettem volna eddig is ezen a YouTube csatornámon, hanem mert ez az első videó, amit nem egyedül készítek el. Itt van velem InfoBubble csatorna üzemeltetője, Ja. Üdvözlet mindenkinek, szia! Első kérdésem az lenne hozzád, hogy mi volt az, ami rávettéged arra, hogy elkezdj videózni, és mi volt az, ami rávettéged arra, hogy ebben a témában kezdj el videózni? <laughs> Jaj, öm, nem is tudom. Mondhatjuk azt, hogy nagyon régen, mondjuk 15 éve talán, amikor először felmerült bennem az, hogy hogy kell, hogy legyen egy igazság, és, és kell, hogy legyen az életnek valamiféle értelme. Szóval ez nem csak egy, egy ilyen véletlenszerű események összessége, hanem van valami célja. De persze akkor még ez nem fogalmazódott meg bennem úgy, mint most. Viszont az biztos, hogy 2008 volt az év, amikor én úgy gondoltam, hogy ez, az, ez, ez, olyan erő, vált ez az érzés bennem, hogy, hogy ez ki kell találni, hogy mi az életnek az értelme, és hogy mi az, mi az igazság. Az volt az, amikor ez elkezdődött, persze nem ilyen szinten, de a kutatás akkor kezdődött el, és hogy mondjuk, hogy az a hosszú történetből legyen rövidebb, mondjuk olyan hat éve, amikor én elkezdtem, a 7 éve mondjuk, én megszállottam videókat nézni az interneten, eleinte ez még más témákban volt, de aztán a gazdasági világválság a 2008-as volt az, ami elindította ezt. Mondjuk olyan 12-ben, talán 13, lehet, hogy 2013-ban, amikor én rájöttem, én nem is tudom, hogy miért volt gazdasági világválság, vagy hogy egyáltalán mi az az egész. És úgy gondoltam, hogy akkor már meg fogom, ki fogom kutatni, és felhasználom az internetet erre. Érdekes módon rátaláltam egy videóra, ami arról szólt, hogy hát hogyan is, működik, hogyan is működnek együtt a bankok, Lehman Brothers, Citibank, meg az összes többi, aki részt vett ebben. És akkor én erre rákattantam, mondjuk olyan három évig megszállottam, néztem ezt az egészet, az elvezetet végül a egészen a laposföldig. És akkor én rádöbbentem, hogy megértettem, hogy mi volt az, a, az az indító oka ennek az egésznek, hogy van egy teremtő, és nekünk az a feladatunk, hogy, ezt, hogy kitaláljuk, hogy mi az életnek az értelme, és az az értelme, hogy őt megtaláljuk. Aztán közben már én nagyon akartam volna ezt megosztani emberekkel, gondolom, mint ahogy, ahogy te is ha rájössz az igazságra, vagy mindenki más. Viszont így a való életben óriási ellenállásba ütközik az ember, de én, én nagyon erős készítést éreztem arra, hogy megosszam. Néhány angol nyelvű videót csináltam, aztán rájöttem, hogy fölösleges, mert angolul rengeteg van, viszont aztán észrevettem, hogy magyarul meg nincs. Úgyhogy alapos... Hát igen. F főleg a lapos föld még annak idején, mondjuk két éve vagy három. Úgyhogy arra gondoltam, hogy elkezdem akkor csinálni. Magyarul, és én csak meg akartam osztani a, az igazságot. Ugyanaz volt az oka, amit most mondok, hogy hogy le, ott legyen az információ, és mindenki az alapján tudjon meghozni egy döntést. Én nem akarok senkit sem meggyőzni semmiről, ha valaki hm. azt gondol. Én azt akarom, hogy az igazság ott legyen, hogy mindenki meg tudja hozni a döntést az alapján, mert, mert a, a, amúgy nem lehet helyes döntés hozni, ez világos gondolom, hogy ha valaki nem tudja az igazságot, akkor nem tud helyes döntés hozni. Szóval ez volt végül is a rövid története, de, ne ez egy nagyszerű utazás volt. Tehát akkor konkrétan te leadod az információkat, amikkel te találkoztál, a többi embernek meg annyi dolga van, hogy vagy elfogadja, vagy nem. Illetve hát vagy utána jár, ha nagyon kíváncsi rá, szembesül vele ő is, vagy pedig gúnyolódik, vagy azt csinál, amit akar. Mert hát ezekből is nagyon sok van, akik, illetve hát talán inkább úgy fogalmaznék, hogy ezekből van a legtöbb, Igen. akik nem igazán tudják, nincsenek érveik, hogy miért nem, de nem akarják elfogadni. Jobban tetszik nekik az a világ, amiben élnek. Az álomvilág. Persze. Egyetem, egy, egy, úgy, ahogy mondod, ez a célja. Pontosan. Sőt, tudod, így amennyire gondolom te is, vagy mindenki más, biztos vagy benne, hogy mindenki úgy indul neki, hogy mi lesz a családommal, vagy mi lesz azokkal, akiket legjobban szeretek, hogy fogom őket meggyőzni, vagy, vagy átállítani erre az útra. Aztán, amikor rájössz, hogy ez nem lesz olyan egyszerű, hogy nem mindenki fog ennek annyira örülni, akkor utána szerintem én megnyugodtam, és akkor úgy voltam vele, hogy hé, nekem mindegy végül, és én, én, én csak, azt, én csak az, én az igazságot kerestem mindig volt egy, 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 rendkívül erős vonzalom. Nagyon, amennyire visszatok emlékezni mindig az igazság felé. Én csak azt akarom, hogy ott legyen. És én, én száz százalékig meg vagyok győződve arról, hogy, hogy ezek a videók tartalmazzák az igazságot. Nem mondom azt, hogy mindent helyesen látok, vagy mindent tökéletes, de azt kell, hogy mondjam, hogy, Ugye én úgy gondolom, hogy ha valaki belegondol és utána jár ezek a dolgoknak, akkor azok azt fogják alátámasztani, hogy, hogy amit, amit hallanak ezekben a videókban, az a csatornán, az, az nagyon közel áll a valósághoz. Hát igen, de azért így kezdetnek el lehet mondani azt, hogy lesznek itt olyan témák, amik világokat fognak emberekbe összedöntögetni, azokban, akik majd megnézik ezt a videót. Úgyhogy én mindenféleképpen szeretném Közölni, vagy megemlíteni azt, hogy azok számára, akik úgy gondolják, hogy az a világ, amiben élnek, teljes mértékben megfelelő. Ha van köztetek bárki, aki úgy érzi, hogy az, hogy a világ annyiból áll, hogy dolgozunk, eszünk, iszunk, felkelünk, lefekszünk, megfelel számotokra, akkor, vagy úgy érzitek, hogy minden rendben van vele, a tudomány is jó irányba tart, semmitől nem kell félni, aki rettegne attól, hogy ebben a világban bármilyen olyat hallana, ami ezt a világot alapjaiban törné össze akkor senki számára nem ajánlom, illetve azok számára, akik így gondolják, azok zárják be ezt a videót. Én szerintem ez nyugodtan elmondható, mert ezzel legalább elkerüljük azokat az embereket valamennyire, akik már most óckodnak ettől a témától. De attól függetlenül lehet ajánlani, mert nem egy olyan dolog, ami például gyerekeknek nem való, de mondjuk ez lenne a következő kérdésem, hogy szerinted ez mennyire megemlíthető dolog, hogy mondjuk a gyerekek ők hogy állnak hozzá ez a témához szerinted, vagy ők, ők, nekik lehet szólni ilyen témában? Érdekes, mert pont ma jött a Youtube-tól egy figyelmeztetés, hogy valamelyik videó, nem is tudom már melyik, nem tudom, hogy mondják ezt, de hogy nem, korhatáros, de... korhatárossá tették, vagy valaki jelentette, és akkor korhatáros lett. Ráadásul nem is egy jó, mert azt hiszem, utána belehallgattam, hogy melyik, mert pontosan már nem emlékeztem, hogy mi az, ami a az. Ne! Hát attól függ, hány éves. Én, én most, ha, ha a Yahoo útjára gondolok, ott jó, az más jellegű, végülis azok az emberek tisztában vannak az igazsága ugyanúgy, és ők, ez teljesen nyilvánvaló mindenkinek otthon a családjában, a gyerekek előtt, hogy, hogy a Föld nem egy gömb, hogy mi nem majom emberek vagyunk, és ők úgy érik az életüket, hogy az igazságban, és teljesen mindegy, hány éves ez a gyerek, nagyszerűen megértik, úgy értem, hogy akár 5-6 éves gyerekek is, de ehhez szükséges szerintem, nem mennék oda. A, a, érthető, hogy ahhoz úgy kell élnem, hogy hogy a gyerek hmm. abban nőjön fel, meg abban éljen, és akkor természetes lesz számára. De de nehéz ügy, mert ugye nem mehet be úgy az iskolába, hogy éj, a, a föld lapos, meg nem majom emberek vagyunk, hanem szóval nem. van egy kettős világ tulajdonképpen, Úgyhogy én szerintem ahhoz, hogy olyan életmódot kell folytatni, hogy az nekik ott természetes legyen, és akkor az lesz. Uh -huh. De úgy, én egyébként... hogy elvilágosítani a gyereket azért, azért az nehéz. Szóval ahhoz úgy, én azt, csak ezt akartam kihozni úgy kell élni. És ha. Akkor... Egy... Egyébként azért találtam fontosnak ezt elmondani, mert engem azért szerintem sokkal több kisgyerek néz, mint téged. Ennek az is az oka, hogy uh -huh. ugye nem ezekkel a témákkal kezdtem el foglalkozni a legelején, igen. Hasonló, de nem tudom, megnézted-e a YouTube-csatornámat, hogy milyen. Láttam, igen, bort. persze. Tudjából. Ez a téma így körülbelül egy olyan fél éve kezdett el. Nem fél éve gondoltam már rá, csak akkor kezdett el bennem úgy megfogalni az ötlet, hogy mi lenne, ha ilyenekből is videót készítenék. Mert egyébként én is már elég régóta foglalkozom ezzel a dologgal, de engem azért nem vit rá annyira, hogy mélyebben belebonyolódjak. Igen viszont téged igen, és annak is nagyon örülök, hogy megtaláltam a Youtube csatornádat, mert így elég sokat lehet tanulni, okosodni belőle. Halleluja! Na, rátérünk akkor a témára. Mehet, kezdhetjük, persze, nézzük. Jó, akkor az első téma az új világrend bemutatása. Én még ide írtam az árvajába, hogy fegyverei, például média, védőoltás, de szerintem kezdhetnénk azzal, hogy mi is az az új világrend, létezik-e, vagy csak összeesküvés elmélet, uh -huh. aminek sokan gondolják, akik hallottak már erről, hogy mivel lehet meglátni azt, hogy ez létezik, hogy ez egy valós dolog, hogy konkrétan mit is jelent ez a fogalom, hogy új világrend? Uh -huh. Az új világrend az, az egy nagyon régi fogalom tulajdonképpen, hogy mennyire régi, azt nagyszerűen mondjuk bizonyítaná, hogyha mindenki megnézni az egy dollároson a, a piramist, és akkor látná, hogy a piramis fölé fel van írva, hogy Novus Ordo Seclorum, az az új világrend, vagy a, a világ új rendje, vagy egy új rend, a, hogy akarja fordítani, de Novus Ordo Seclorum rajta van az egy dollároson több száz éve. Úgyhogy ők már akkor tudták, hogy új világrend lesz, sőt, Amerika megolokulásával gyakorlatilag az utolsó az utolsó fogaskerék is a helyére került, hogyha így lehet fogalmazni. Szóval ez egy nagyon régi történet. És sőt, hogyha vissza... Maradjunk annyiba, hogy nem tegnap találták ki. Ó, nem, abszolút. Sőt, hát figyelj, erről már, már gyakorlatilag most csak az nem hallott, vagy nem tud, aki, aki nem akart, vagy aki esetleg abszolút nem érdekli, vagy esetleg nem tudja feldolgozni, hogy mi az, amit hall erről rengeteg szó esik. Ezt már nem is hiszem, hogy bizonyítani kellene bárkinek, hogy ez létezik. Hát például évente van világkormány csúcs találkozó, azt hiszem az idén um, Dubajban volt, ahol a világkormányai találkoznak, és úgy hívják, hogy világkormány csúcs találkozó. Davosban volt tavaly, ha jól emlékszem, de a helyre nem, nem feltétlenül emlékszem jó, de nézze utána mindenki. World Government Summit, és a világ kormányai találkozok, ahol megvitatják a, a célkitűzéseket a következő évre. <laughs> szóval erről beszélt George Bush, erről beszélt gyakorlatilag már mindenkinek a szájából elhangzó. Obamától hallottuk, sőt Orbán Viktor, Szijjártó Péter beszélt az új világrendről, Kissinger számos... Az az számos... Az azt, azt még én küldtem neked azt a képet, í a í Szijjárton. így, van, azt hiszem, hogy az pont te küldted, és én arra csináltam azt a videót, hogy új világrend a médiában is. Mert, szóval azt akarom mondani, hogy ez nem egy összeesküvés elmélet, ez egy összeesküvés, de ez nem egy elmélet. Úgyhogy, hogy... Um, a... Ahogy te szoktad mondani, kimondják, mert már tudják, hogy mindegy. Pontosan, és ez figyelj, már évtizedek óta kimondják. Hát a Matrix című film egy ékes bizonyítéka annak, hogy, hogy ők ezt elmondták, de ha, ha vissza megy az ember, ezt meglátja mindenhol. Hát én, én találtam olyan videót, sőt készítettem, a Walt Disney a 60-as években időjárás módosításról beszélt a egyik animációs filmében, a 60-as években Kennedy az időjárás módosításról beszélt, régen az alien invázióról, vagy idegen invázióról beszélt, év tizedek óta erről beszélnek az emberek, ezen dolgoznak. Úgyhogy én nem hiszem, hogy bizonyítani kell, hogy mi ez, az egy másik kérdés. Hát igen, igazából így akkor már bele is vágtunk a Másik részében ennek a témának, hogy a média, mert hogy akkor kimondják. Ó, kimondják, és tudatosan is kimondják, viszont tudat alatt is, tehát ilyen rejtett utalások is azért akadnak bőven. 666, meg piramisok, meg stb. Így van. Én, én úgy hívom őket, hogy sátalista szimbólumok. Nekem ebből azért van egy-kettő egy videóm is. Igen, amik, igen. Amikkel látom. én egyébként úgy vagyok, hogy szerintem én nem, nem akarok senkit megsérteni ezzel, de hogy a, a hülye, hülye is látja konkrétan, hogy ez akár ne? véletlenül vannak ott. Vagy ha véletlenül vannak ott, akkor magyarázza meg azt valaki, aki ezt így gondolja, hogy miért fordul elő ez rendszeresen rajzfilmekben, filmekben, akármiben az, hogy épileg is, hangilag is olyan utalások vannak ilyen dolgokra, ha ez tényleg nem jelentene semmit, akkor miért? Igen, igen. De. Mondjuk arra a kérdés, még villámgyorsan, csak, hogy mi is az új világrend. Az, az új világrend az egy világkormány, mindig erre törekedtek. A, a, világ uralkodói mindig is erre törekedtek, hogyha visszamegyünk a történelemben, akár meddig, nem véletlen, hogy mindig kialakult egy, sőt, birodalom, sőt, úgy emlékezünk vissza a különböző történelmi korszakokra, amelyik birodalom volt az uralkodó. Római birodalom, a római korszak, a görög, akkor Babilon, Perzsia, Egyiptom, teljesen mindegy. Mindig erre törekedtek. Azért nehéz ezt megérteni az emberek, hogy miért, mert a, a spirituális része, ami az úgynevezett Bibliára épül, az a része kimarad a legtöbb embernek, és ezért nem lehet megérteni a világot. De az ellenség az, aki irányítja. Az egész folyamatát ennek. Ő az értelmi szerző, és azok, akik, akik ugye a spirituális birodalomban élnek. Ezért van sátánizmus. Hogyha van sátánizmus, hogyha vannak ezek a jelek, akkor kell, hogy legyen valami az a karakter is. És hogyha az létezik, akkor léteznie kell a teremtőnek is. De azért működik az egész ilyen gördülékenyen, mert, mert nem emberek azok, akik kitalálják a stratégiát. Én tudom, hogy ez nagyon bizarrul hangzik a legtöbb embernek, de de miért hihet valaki mondjuk a lélekvándorlásban, vagy, vagy a buddhizmusban, vagy a, a visnyúban, a hinduizmusban, vagy a felemelkedett Viszlán. mesterekben, vagy a plejádokban, vagy a fénylényekben, vagy a fényharcosokban, és mindent lehet, minden elképzelhető, csak, csak az nem, hogy van egy teremtő, aki igenis ott van fölöttünk, és nézi ezt az egészet. Szóval én azt értem hogy miért olyan, el, vagy az elképzelhető, hogy a víz hozzáragad egy gömbhöz, és mi majomemberek emberek vagyunk, csak az én nézetem az, ami nevetséges, minden más elfogadható, csak az nem, hogy van egy teremtő, és ő őt, igenis érdekli, hogy mi mit csinálunk, szóval ezek az emberek létre akarnak hozni egy kormányt, sőt, hát létrehozták tulajdonképpen már. Most még a káoszt látjuk, amiből majd ez megszületik. Ez teljesen egyértelmű. És ahol egy a piramis tulajdonképpen tökéletessé válik majd ebben a rendszerben. Valóban egy piramis lesz, és, és mindenki része lesz annak. Így most több van, ugye, mert több kontinens, több ország, szuverenitás létezik, meg valamennyi szabadság, de ott nem lesz ilyen. Régiók és lesznek, egy kormány irányítja az egész világot. És akkor ezt úgy is kell elképzelni, hogy vallás se lesz, csak egyetlen egy. Pontosan. Hát összes... Ez meg fog szűnni. A vallás a lényeg. Elmondom mindenkinek, aki erre még nem jött rá, hogy a hit a lényeg a világban. Ez, ez a legfontosabb dolog, hogy ki kit szolgál az erejével. Semmi más nem számít. A világ erről szól. Ezért ö, ezt tették a leg ö, tulajdonképpen. Mert aki hisz ma, az már meseországban él, vagy mit tudom én hova. És nem értik az emberek, hogy az, hogy ki hova kibe helyezi a hitét, az a leges, legfontosabb dolog az életben, mert ez az, ami alapján a végén el leszünk bírálva. Szóval ez egy súlyos dolog. A vallás persze félrevezeti az embereket az összes beleértve a kereszténységet is, de az nem azt jelenti, hogy nem létezik egy spirituális oldala az életnek. Hát igen. Nemrég beszéltem egy nagyon jó barátommal, ő teljesen evolúcióhívő. Hát egyetemista, most diplomázott ő teljesen ebben a rendszerben van, hogy ezek hülyeségek. Az új világrendel kapcsolatban ő is úgy megerősítette, hogy talán. Viszont ugye az érdekessége az egészben az, hogy megértette, meghallgatott, de például amikor megkérdeztem, hogy, ö, azt mondtam neki, hogy ugye az ősrobbanás lényege, uh -huh. az evolúció kezdete, az ősrobbanás lényege az, hogy felrobbant valami, de azt senki nem tudja megmondani, hogy micsoda. Hát az, a anyag. Semmi. Az anyag, igen, hát lényegében a semmi. De hogy az a semmi, az honnan jött, azt ők sem tudják megmondani. Erre rávágtam azt, hogy igen, én sem tudom megmondani, hogy honnan van Isten, de akkor nekem ne akarja megmondani senki azt, hogy az <laughs> ősrobbanás tudomány az enyém megvallás, vallás, <laughs> mert igazából mind a kettő vallás. Hit inkább úgy mondanám, de igen. Hát hit, igen. Hitre alapszik. Pontosan. Ugyan ezen gondolkodtam már nagyon-nagyon sokszor, de én ezt ki is fejtettem, de ma is egyébként ezen gondolkodtam, de én igazad van tökéletesen hogy ez elképesztő, hogy embereket le lehet butítani arra a szintre, hogy ezt nem látják át. Nem akarnak ebbe belegondolni. Hallottam olyat is, hogy az ember igazándiból azért hozta ezeket létre, mert sokkal könnyebb neki egy olyan világban élni, amiben tagadhatja Istent, mert valójában úgy gondolja, hogy nincs szüksége rá. most ebben a világban vagy, akkor te vagy a világodnak az Istene, ha nem hiszel benne. De ha van valaki, aki megmondja neked, hogy mit csinálj, akkor az már nem olyan buli, gondolják ők. Hogy? pontosan ez az oka. Figyelj, pontosan ez a szituáció, amiről beszélsz most. Pontosan ez van. Hogyha ha van egy... oké, okay, akkor először annyit, hogy ha van egy teremtő, akkor neki kell, hogy legyen egy rendje. Olyan nincs, hogy, hogy bármit lehet csinálni, és akkor a végén majd mi együtt fogunk egy felhőn virág, virág szirmokkal a hajunkba énekelni. Szóval <coughs> ilyen nincsen. És, ez ja, igen, pop... azt, még, azt még azért le kell szegezni azok számára, akik ö, abban a hitben vannak, hogy Isten ott ül a felhők fölött a dagadt angyalaival. Igen. Egy öreg szakállas papa, és figyeli a földet unalmasan, az, az téved, mert nem így néz ki. Hát és... így, így is nem tudjuk, hogy hogy néz ki, de így is Tudás, nem. sem már lehet. Valószínűleg nem, hiszen ugye ő, ő maga egy, egy lélek, vagy, vagy szellem, nem tudom, hogy mondják, de nyilván valami formát fel tud venni, ha akar, de azt kell mondani, hogy akkor neki van egy, egy rendszere is, és szerintem ezért utasítják el annyian, mert akkor alkalmazkodniuk kellene ez a rendszerhez, és nem mehetnének a saját fejük után, és ahogy mondtad, pontosan úgy van egyébként, ahogy mondtad, akinek a szabályrendszerét követed, az az Istened. Szóval ha azt mondod, hogy, hogy ó, én majd szolgálom őt, ahogy akarom, akkor az azt jelenti, hogy semmibe veszed azt, amit ő akar, és te azt mondod, hogy majd ő ezt el kell, hogy fogadja, csak azért, mert én azt mondtam. Ez az, ami a legtöbb embert távol tartja ettől, hogy alázat és engedelmeség nincsen bennük. Ez a probléma szerintem. És egyébként a sátánnak sem az a célja, hogy leborulva a térden, Imádják őt az emberek, mert neki már az is ugyanazt jelenti, hogyha valaki nem Istent követi. Tehát lényegében akkor ugyanott van vele, hogyha ezt. Pontosan? Megtenni. Sőt, hát őt, őt nagyon kevesen imádják direktben, nem? Szóval, hogyha mindenkinek van annyi ezt, a világon mindenki tudja, hogy, hogy sathán testesíti meg mindazt, ami gonosz. Úgy értem, hogy még a legostobább ember is hallott már erről. Szóval, ha ő ide áll a világ elé, és azt mondaná, hogy én vagyok vagy sathán a Bibliából, és engem kell imádni, akkor csak lehessen a legtöbben embernek, hogy ha ő létezik, akkor létezik egy teremtő is, úgyhogy őt nem, nem fogja választani a vesztes oldalt. Ezt, 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 szóval őt nagyon kevesen imádják majd direktbe, úgyhogy pontosan úgy van, hogy mondod. Neki elég az, ha, ha, a, ha a teremtőtől elvezeti az embereket, hogy, hogy azt ne találják meg, vagy őt ne találják meg. Ennyi, persze így van. Most erre elmosolyodtam, mert eszembe jutott egy volt osztálytársam, aki hát ilyen sátánista akart lenni, így fejben karta akarta venni ezt a itt világot, vagy vallást, nem tudom, hogy kell, ezt nem is érdekel igazán. Hogy ő, úgy próbált gonosz lenni, hogy azt mondta, hogy nincs Isten. Nem mondom, hogy ha nincs Isten, de sátán van, akkor ez egy kicsit logikátlan, nem? Én ezt nem értem pontosan így, ahogy mondod. Hogy hát az. tényleg próbálok úgy hozzáállni, hogy nem, nem gúnyolni az ilyen embereket, mert valamilyen szinten nem tehetnek róla. Én próbálom így felfogni, de ez tényleg azt, azt mutatja, hogy az emberi butaság az, az határtalan. De persze, hogy nem gúnyolni, abszolút nem arról van szó, de am, amit csak hogy nem is az, hogy buta vagy sem, vagy vagy akármi, hanem én én, mondom, az a legnagyobb probléma, hogy, hogy ehhez az hogyha megtalálja az ember az igazságot és eljut a teremtőig, akkor az sokat, sokkal, sokkal több van annál, mint amit a legtöbb ember gondol. Ez egy utána egy életmódváltozás, meg az egész embernek a személyisége meg kell, hogy változzon az alapján, ami le van írva. Ez egy, ez egy nagyszerű út mellesleg. De egyáltalán nem egyszerű, különösen nem a, mai világban. De hát a, visszatérve erre az evolúció, vagy úr, ősrobbanás, vagy mit tudom én mi, a, szerintem most már rengeteg olyan elmélet van, ami, amit úgy hívnak, hogy intelligens tervezés, ha jól gondolom magyarul, és el fogunk jutni oda, hogy az, mi, a Prometheus című filmet, azt hiszem az a legjobb példa, az, az, az a legújabb része, vagy nem a legújabb, hogy az előtti, de egyébként a, a szövetség azt hiszem magyarul a másik, a Covenant, mind a két része már az intelligens tervezésről szól. Szóval már régen elkezdődött a programozás arra, hogy az emberi fajt, faj nem a véletlen és az evolúció eredménye, hanem egy idegen faj az, az, aki tervezte az embert, egy intelligensebb társadalom az, aki az embert ide ültette a földre, és ők azok, akik tervezték, illetve irányították a történelmünket. Ami végül is valamilyen szinten így is van, de de a teremtőhözüki tervesztő viszont az emberiség valóban együtt dolgozik egy idegen fajjal, csak az nem egy másik bolygóról jött, hanem ezek a, az úgynevezett bukott angyalok. De azt akarom mondani, hogy az ősombanás már kifele megy a divatból, hiszen már készítik elő azt a a nagy megtévesztés, amikor az idegenek valóban megjelennek a Földön. Ez érdekes egyébként. Akkor ezt, a, azt, hogy ez a más faj, tehát a bukott angyalok itt vannak a Földön, uh -huh. ezt úgy kell elképzelni, hogy megtestesülve? emberi testben, vagy csak. Spirituálisan. Spirituálisan, igen. Ez, ez több, hogy mondjam hogyha, ha, úgy értem, hogyha ezt meg akarjuk ezt a témát vitatni, ehhez szükséges hit, szóval ezt nehéz lesz megérteni úgy, hogy, hogy csak valaki puff, belevág, de azt akarom mondani, hogy több szinten zajlik a spirituális háború, nem csak az, az angyal mellesleg azt jelenti, hogy üzenet közvetítő követ. Szóval ha el tudunk vonatkoztatni a szányas nőtől, vagy a szányos dagat kisgyerektől, akkor egyszerűbb lesz, mert se nem nők, se nem kisgyerekek az angyalok mindig is, vagy ezek az üzenet közvetítők mindig is férfiként jelennek meg, hímneműként inkább úgy fogalmazni. Vannak ezek, van egy másik vonulat, amelyek tisztátalan lelkeknek hívja a Bibliát, de az emberek démonnak ismerik. Ezért van az, hogy például rengeteg filmet, sőt, hát az összes horrorfilm erről szól manapság, nem? Szellemidézés, démonok, kísértetek, éljenek, mit tudom én, mik. Az árnyékból, a sötétségből, a tűzből, mindenhonnan jönnek ki ezek a lények. Ezt próbálják elmondani, hogy ez ez az, ami van, és ezekkel az úgynevezett elit együtt dolgozik, ezért látjuk ezeket a jeleket mindenhol. Hogyha ha nem lenne hatás, egy jelnek. Oké, okay, egy jelnek az a lényege, egy szimbólumnak az a lényege, hogy egy hatást kivált ez egy kommunikációs eszköz, ezt lehetetlen tagadni. Ezt mindannyian ismerjük, mint a stop tábla. Ugyanígy működik egy pentagram vagy egy ötágú csillag. Ahhoz tartozik egyfajta spirituális erő és egy jelentés. Az egy a jelent... is az ember. Pontosan, a, 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 mi így van. Még csak annyit, hogy hozzá kapcsolnak bizonyos kép és hang, és, illetve érzéseket, ezekhez a jelekhez a, a média segítségével, ahogy mondtad, nem csak a média, hanem a szórakoztatóipar különösen. Így, amikor fel, feltűnik ez a jel, az emberben automatikusan visszatér az a, az, az érzés, ami hozzá kapcsolódik ahhoz a, a jelképhez. Szóval amellett, hogy a spirituális világban ezeknek igenis van szerepük, ez a boszorkányság, meg ezek a dolgok, ez egy valós dolog, a mágia, ezek működőképes dolgok, csak velünk elhitették, hogy ez egy ilyen Harry Potter szintű dolog, hogy mindenki jót röhög rajta. Mit gondolnak az emberek, hogy miért van annyi mágiáról szóló film? Úgyhogy áll, ráadásul gyerekeknek. Sőt, hogyha a meséket megnézzük, abban gyakorlatilag állandóan varázslás van. Beszélő állatok, varázsló állatok, varázsló emberek, akkor ilyen félszerzetek, szuperhősök, ezek mind-mind a spirituális világra utalnak az, ami régen Herkules volt, az most háknak hívják. Vagy aki, aki régen, mit tudom én, az a um, Talos volt, aki, na mindegy, nézzétek meg a videót, amit csináltam, Talosról, az most vasember. Ők újra és újra visszamennek ezekhez a témákhoz. Ezek valós dolgok, amiket látunk a filmekben. Azért van így előadva, hogy azt higgyük, hogy ez csak egy hogy ez csak szórakozás, és így az ember nem figyeli kritikusan, és beszivárog az agyába a program. Nagyon érdekes. Van, ami, van, ami úgy elillen az ember szem előtt, hogy nem is feszély abszolút nem lehet őket látni. Pontosan, de azért nagyszerű az a videó, amiket csináltál, mert abban benne van sok ilyen alapvető jel. Úgyhogy akik nézik a videóidőt és megnézik azokat, most már van fogalmuk arról, hogy legalább azok a jelek mit jelentenek. Így, hogy ha, ha, ha tudom, hogy van ez a jel, akkor felfigyelek rá mindenhol, tudom azonosítani, és így ki tudom ismerni, hogy mi az, amit mondanak, és nincs rám olyan hatással. Úgyhogy ez, erre, erre, szükség van arra abban a rövid időben, ami még hátra van, addig az új világrendig, ami a, ami a kérdéstől. Mert akkor már nem lesz ilyen, mint ami most megy, hogy, hogy internet, mindenki azt mond, amit akar, meg, ezek a dolgok. Érdekes. Most uh, igazándiból ez egy olyan kérdés, a következő, amire nem várok konkrét választ, uh -huh. kap csak egy ilyen véleményt, hogy szerinted mindezek mikor fognak bekövetkezni? Uh -huh. Igen. <síthat> Oké, okay, ez az örök kérdés, meg az óriások. <gíthat> 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 Mindenki először erre kíváncsi, mert akkor ha kapnak egy választ, <gíthat> rá, hogy holnap után, akkor még van idő felkészülni. <gíthat> én felkészülnek rá. Mikor lesz vége, és mi van az óriásokkal? Um, Oké, okay, hogy mikor lesz, mikor van ez? Oké, okay, gondoljon bele mindenki abba, hogy... És én ezt szoktam csak így, hogy mondjam, számomra ez a, az indikátora, vagy ez a jelzője annak, hogy mennyire közel vagyunk, hogy mi az, ami a társadalomban uralkodik, és mi az az üzenet, ami a médiában és a szórakoztatóiparban látható. Hogy ha valaki tisztában van az, hogy mi történik a világban, akkor... Így, hogyha előre gondol a jövőbe, felt tudván azt, hogy, hogy a folyamata, tehát a progressziója ennek a fejlődése az nem lineáris, hiszen a technológia segítségével az események már szerintem feltűn mindenkinek, hogy nem csak egy egyenes vonalban fejlődnek, úgy értem, hogy, hogy egy év alatt, hanem, hanem exponenciálisan romlik a helyzet. És kérdés az, azt, azon gondolkozom mindenki, hogy vajon mennyi ideig fenntartható még az a káosz, ami a világban uralkodik. És akkor rá fog jönni, hogy nagyon-nagyon kevés ideig. Úgyhogy én így, szok, én így gondolnám inkább át, mint sem úgy, hogy most egy-két év. Hogy ha, ha így folytatódik a szituáció, hogy az ing, a, mindazok a dolgok, amikről a, a videókban beszéltem mostanában, az ingatlanárak, az erkölcsi zűlése, vagy ez a dekadencia, ami a társadalomban tapasztalható, akkor a programozás. A, a különböző szabályozása a pénzügyi rendszernek, az élelmiszeriparnak, a kereskedelemnek, a munkahelyeknek a megszűnése a, az automatizáció miatt, mennyi ideig lehet ezt még fokozni, vagy, vagy mi az, amit gondol? Sőt, képzelje mindenki akkor azt, hogy ha a kontroll és az ellenőrzés ilyen szinten van most, és a technológia így fejlődik, akkor tíz év múlva, Vajon hol leszünk? Hát itt, ahol hát én, hol jártunk tíz évvel ezelőtt? Pontosan! Na, mindegy. érted? Ezt, pontosan ezt mondom, hogy tíz évvel ezelőtt nem mondjuk, ha visszagondolunk száz évvel ezelőtre, az a tíz év nem olyan tíz év volt, mint száz évvel ezelőtt. Hát száz évvel ezelőtt még az autó úgy nézett ki, mint a Frédi és Bénibe. M Most egy év alatt az autó annyit változik, hogy mit tudom én, mik vannak már az új autókban, én nem is tudom követni, már megy az úton magától, meg a vonalat nézi, meg a leggagyibb autóban van olyan, hogy a automata, mit tudom én, esőérzékelő, meg ilyen fűtés, olyan fűtés, amit akarsz. Szóval a fejlődés nem úgy van, hogy jó, eltelt egy év, és akkor mit tudom, a kockakerékből lett egy hatszög, és akkor fejlődés, hanem, hanem ilyen szédületes sebességgel Tört. Sőt, a telefonra, ha gondolunk, vagy az internet, sem. sőt, az 5G még meg sem jelent. Majd, ha az megjelenik, akkor lesz igazán mindenkinek. Csak szerintem fog. Sőt, arra szükség van tulajdonképpen, hogy az új világrend létrejön, ugyanis az... Az, az mit akar egyébként? Az 5G-ről 5G van egy videó, ha valakit érdekel, az, ott csináltam már egy éve talán, de röviden az, annak az nek az a, az a jelentősége, hogy sokkal sokkal gyorsabb adatforgalmat tesz lehetővé, mint a jelenlegi. Mondjuk most mindenki tudja, hogy mennyi idő letölteni egy filmet az internetről, Egy, egy átlag ö, sávszélességgel, az 5G-vel mondjuk egy másodperc. Mert sokkal nagyobb sebességű adatforgalmat tesz lehetővé. És az irányítóknak szükségük van erre ahhoz, hogy mindenkit ellenőrzés alatt tartsanak, és mi, nem csak mindenkit, hanem mindent, oké? Okay? Az, az az okos otthon, hogy, hogy minden, mondjuk a hűtő, meg a mit tudom én, mi rá van kapcsolva egy központra, és ez küldi a jelet, hogy mennyit fogyaszt, meg lekapcsolja a villanyt, ha nem vagyok ott. Ez olyan sebességű adatáramlást követel, amit a, a, ez a négyén nem képes biztosítani. De a következő igen, és hogyha ez lehetővé válik. Onnantól kezdve valós időben meg lehet figyelni mindenkit. Mivel a rendszer képes ezt az adatot a központba továbbítani, az elemezni, és meghozni a döntést, és vissza küldeni a, a jelet a mondjuk a megfelelő lépésre, a megfelelő szervekhez. Mint egy agy úgy működik. És ehhez szükség van egy nagyobb sebességű adat. Cs. Én most nézem egy videót, ahol bár ezt szerintem mindenki tudja, hogy a tévén vagy bármilyen elektronikus eszközön a kamera vagy a mikrofon hozzáférhető a, hát a különböző szervezetek, állami szervezetek számára. Képzeljen el mindenki azt, hogy ilyen sebességgel áramlik az adat, ahogy az 5G lehetővé teszi, mindenkinek a mikrofonját és a kameráját meg tudják figyelni úgy, hogy mesterséges intelligencia segítségével, vagy ezt a beszélgetést például, vagy ezt a videót, hogy a mesterséges intelligencia segítségével azonnal elemezni tudja, ki tudja szűrni azt, hogy mi az, amiről szó van, és meg tudja állapítani, hogy milyen kategóriába sorolja azt, illetve utána megtegye a megfelelő intézkedést. Szóval senkinek nem lesz gyakorlatilag magánszférája, ha akarja, hanem. És ezzel konkrétan már belecsöppentünk a Harry Potter világába, mert tíz évvel ezelőtt erre lazár fogták volna, hogy ez egy mese. Hát így van, mert nem volt meg a technológia. Így van. De hát ugye én itt lagom nyíregyházan, múltkor olvastam, 150 új kamerát szereltek fel, és az nem csak kamera volt, mert én láttam, hanem három kamera, mert így különböző oldalra, plusz azok a kis dobozok. És azok a kis dobozok azért van annyi, mert bár az 5G lehetővé teszi a azt a sokkal nagyobb sebességű adatforgalmat, viszont ehhez szükséges, sokkal nagyobb sűrűségű ezek az átjátszó egységek. Nem úgy, mint, a, mint a mostani, hogy mit tudom, én, minden háztetőn van, meg a nagyobb házak tetején, meg itt egy torony, ott egy torony, hanem itt, itt egy utcában kell, hogy legyen sokkal több. És itt a sugárzás is sokkal magasabb, mert azt hiszem olyan 50 GHz, a mostani meg valami Töredéke annak, 50 GHz, az gyakorlatilag fegyverként használják a tömegek ellenőrzésére a tüntetéseken a, ezt a frekvenciájú hanghullámot. Vagy nem tudom, milyen hullám ez, de elektromos azt hiszem. Úgyhogy most, ha mindenkinek az utcában van 5 ilyen, meg a szomszéd, akkor úszni fogunk ebbe a 50 GHz-be. Mindenki ezért van megőrülve az egész világ. Ez, ez egy sokkal összetettebb probléma, amivel szembenézünk, mint az, hogy ó, meg fog szűnni a munkahelyem, vagy ez, vagy az. Ez egy totális kontroll lesz, úgy, mint, mint az 1984-ben. Még annyit hagyték hozzá, hogyha valaki nem olvasta az 1984-et George orwell mindenkinek a szobájában volt egy kamera, egy doboz, ami vette az embereket. Ez ismerős, most mindenki azt mondja, hogy ha ez a tévé. Csak azt elfelejtik, hogy az 1984 az 1948-ban íródott. 70 évvel ezelőtt. Úgy lehetséges az, hogy 70 évvel ezelőtt ő már tudta, hogy mi az, ami most lesz. Elképesztő az a világ, ami abban le van írva. Már akkor arról volt szó, hogy a, most nem emlékszem pontosan, de a keleti birodalom harcol a nyugati birodalommal, ez volt a médiában állandóan. Úgyhogy senki nem tudta, hogy tulajdonképpen mi történik, csak azt, ami a médiában volt. Azt sem tudtuk, hogy, van, hogy tudják, hogy van -e egyáltalán ezek a birodalmak, léteznek-e? Ugyan ebben élünk ma. Vélelmetes. Hát igen, az. Egyébként most hirtelen az jutott erről eszembe, hogy ha most veszek egy tévét és szétszerelem, akkor fogok benne találni kamerát, vagy ez valamilyen szinten más technológia alapján működik? Én ezt most is, hát figyelj, az okos tévékben van kamera, azt tudjuk. Az Mert okay. ugye azt úgy veszed. Okay. Én okay. szerintem a... Sőt, hát akkor biztos láttam mindenki, Daredevil, mi annak a magyar... Van egy gyerek? Van olyan szuperhős, az aki nem a. lát, csak hall? Azt hiszem igen. Na, na mindegy. Daredevilnek hívják, és... Na igen, Daredevil, aha. Vak az a karakter, de hall, és így a hangok alapján lát. Ez, ez... Frekvencia, és hát ez a... Mint ja, egy denevér. És ö, ugyanezt tudja egy ti is, nem? Mégis ha a mikrofon van rajta, akkor ugyanígy tudja azt is, de nem is kell, hogy lásson. Úgy értem, hogy a kommunikáció általában szóban zajlik. De persze, hogy van olyan, én biztos vagyok benne, hogy ez úgy van kitalálva, hogy, hogy van benne beépített kamera, úgy, amiről nem tudnak az emberek. De, vagy lesz. Vagy, ez vagy kötelező egy technológia lesz. alapján, olyan technológia alapján, amiről még nem tudunk. Pontosan. Ugye milyen technológia lehet, lehet, már most, ami elérhető, nem számunkra, hanem megvalósították már, amiről fogalmunk sincs. Rá, olvastam, olvastam olyan nanotechnológiáról, hogy nézed a, kimész a parkba, nézed a virágokat, látod, hogy repkednek a méhecskék, meg mit tudom, és fogalmat sincs róla, hogy az egyik méhecske egy mozgó alkatrészekből összerakott nanotechnológia. A kamera. Így van. Állni. De, de, de nem is kell, mert az emberek örömmel viszik ezt be a házukba, úgyis nem? Szóval nem is kell, <laughs> hogy elrejtsék, mert... Ez, ez, mondjuk igaz. Érted, ez a, ez a legbizarabb az egészben. Hát, hogyha megnézed a Facebook oldaladat, ha valakinek még van ilyen személyes Facebook oldala, akkor láthatja azt, hogy nem, gyakorlatilag nem kell nekem vagy nekik nem kell idejönni kémkedni, hát az emberek megosztanak minden pillanatukat, meg, valaki minden nap föltesz magáról annyi képet. Pont ez a lényege az egésznek egyébként. Egy, egy mesterséges intelligencia képes megtanulni az emberi viselkedést az alapján, amit tapasztal az interneten. És amikor megtanulta, onnantól kezdve tudja ezt elemezni a megfelelő algoritmusok alapján, amit ő maga talál ki. Szóval nem is kell egy ember. S Sőt, meggyőződésem, hogy ez így van már. Én szerintem a Facebook, Instagram. Sőt, az internet megalakulása óta szerintem ez megy, de lehet, hogy már korábban, mert nyilván az internet, mint dolog már létezett, mi, mielőtt nekünk megmondták. Szóval azt akarom kihozni ebből, hogy én biztos vagyok benne, hogy az életünket már nagyon-nagyon régen egy mesterséges intelligencia irányítja, amire most azt mondják, hogy most alakul ki. Ez már létezik. A, a Kennedy. Az idő arról beszélt, én erről is csináltam egy videót, ő mondja, ez, az ő, nem én találtam ki, ő az, aki elmondja, hogy össze kell fognunk, hogy az időjárást, a klímaváltozást, vagy nem is tudom, mit tudjunk harcolni ellene, illetve hogy a későbbiekben az időjárást tudjuk kontrollálni. Kennedy meghalt a 60-as években, most elfelejtettem, 63 vagy 68, nem tudom, de mindig. Szóval, már akkor erről beszélt, 50 évvel ezelőtt akkor mennyivel járhatnak előttünk? Ha, ha, megnézzük a, a mi az a Star Wars filmet, a régi filmeket, amiben azok a droidok jönnek, mennek, lépkednek, vagy a Star Trek-et, vagy, vagy a, a akármelyik filmet 10, 20, 30, 40 évvel ezelőttről, az a technológia, amiről ott beszélnek, az mára elérhető, akkor ők honnan tudtak róla? Hát persze, hogyne, ők találták ki, és ott akkor megmutatták, és, és hát ezek olyan dolgok, amin mindenkit el kell gondolkozni. Most, hogy valaki el összeesküvés elmélet. Azt akarom egy idő után túl sok a véletlen. Persze, de ezt még, még így se át az ember, nagyon sok ember. Ez e, olyan, mintha mint, mindig kitalálnának valamit, megvalósítanák, csinálnának róla egy filmet, és azt mondanák, hogy akkor most csináljunk róla, mutassuk meg az embereknek, hogy ilyen van, és röhögjük ki őket, hogy nem hiszik el. Szó szóval, szerint így van hogy mondod. Ez a lényeg a filmnek tulajdonképpen. E, pont ez a lényege. Meg nem csak a filmnek, hanem a rajzfilmnek, a mesefilmnek, a, ezeknek a dolgoknak. Hogy aztán azt mondja, ez rög, az Vagy azt mondja, jó, ez a Matrix, vagy, vagy, ez, az a, ez a izé, mit London elesett, vagy mit, ha ilyen nincs. De, de, van, azért csinál. Rengeteg összefüggés van, amit az emberek nem értenek. Rengeteg. De, de egyre többen értik. Viszont az biztos, hogy ez soha nem lesz egy tömegmozgalom. Túl sok van az embereknek a tét túl magas. Ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy jó, én elkezdem ezt az utat járni, és megnézem, hogy mi az igazság, és kikutatom. De aki akarja, az meg fogja találni. Remélhetőleg. Persze. Nekem igazából még egy kérdésem lenne egy az új világrendel kapcsolatban. Mm -hmm. Aztán szerintem át is térhetünk a következő témára. Okay. Az pedig annyi lenne, hogy hogyha. Az új világrendnek sikerülne, ugye tudjuk, hogy nem fog sikerülni. Sikerülne az, amit terveznek, végbe menni, akkor hogyan kéne elképzelni azt a világot? Hogyan nézne ki az a világ, amit ők, ők elterveztek? Ez egyébként mellesleg sikerülni fog egy rövid időre. Szóval az, azt ne gondolja senki, hogy ez nem lesz így. Ezt nem lehet megakadályozni, ez így lesz. Sokáig nem, de egy ideig ez így lesz hogy hogy kell elképzelni. Orwell mondta el egyébként, Orwellnek van egy videója erről fent az interneten, amikor ő maga elmondja azt, mondja erről, a, 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 ugyanerre a kérdése. Olyan, mint amikor egy katonai bakancs tapos az ember arcán örökké. Ez az, amit ő válaszol. Hogyha nem felejtem el, vagy írsz, akkor megkeresem neked ezt a videót, de én ezt lejátszottam valamelyikbe egyszer. Úgyhogy ezt így kell elképzelni. Ez egy totális Diktatúra, de, de egy totális, totális. Szóval, mint a kommunizmus Magyarországon, és akkor képzelje hozzá mindenki a technológiát. Amikor minden szabályozva van, a gyerekeket gyártják, nincs munka, az embereket irányítják a technológia segítségével, és gyakorlatilag mindenki kivétel nélkül egy ritmusra jár, és szolgálja az ellenséget, illetve ezt a mesterséges intelligenciát ami tulajdonképpen szerintem maga a fenevad a, a Bibliából. Vagy azt válaszolja, hogy ezen a világon kívül él. Mint ahogy a filmekben is vannak, mindig azok, akik ugye a társadalmon kívüliek. Mondjuk a, a legutóbb, vagy nem legutóbb, de mondjuk ami eszembe jut, a pusztítóban van ilyen. Ha valaki látta a filmet stallone val ott, ott ilyen törvényen kívüliek élnek. A Terminátor ugyanígy, vannak a lázadók, törvényen kívül élnek. Kolónia sorozatban vannak a lázadók, nem véletlenül mutogatják ezeket nekünk. Úgyhogy ez lesz. Tehát senki ne higgye azt, hogy ez, ez a jó világ eljön még ezelőtt. Ez egy tesztje lesz az emberiségnek és mindenkinek. De. de fog jönni egy jó világ, de az csak ilyen látszott. Tehát az fogja majd az embereket megetetni arról, hogy ez egy jó dolog. Mm. Úgy értettem a jó világ már, mint hogy a teremtő, amikor visszatér, ja, és akkor megcsinál rendet. De az új, új világrend maga felfog. Sőt, a másik, amit kérdezte, hogy honnan lehet tudni, hogy, hogy kevés idő van. A káoszból a világba? Ez a káosz nem folytatódhat örökké. Ebből nincs visszaút. Nem, hogy azt gondolja valaki, hogy most majd lenyugszanak a kerélyek, azt megint egy ilyen idilli állapot lesz a Földön, azt majd eljön az új világrend 200 év múlva. Az, ami most van, innen nincsen vissza. Ez nem fog lenyugodni, se a háborús állapotok, se az úgynevezett terrorizmus, semmi, egyik sem. Ezenél csak rosszabb lesz folyamatosan, egészen addig, amíg mindenki, legalábbis a legtöbb ember térden, csúszva fog majd sorba állni azért, hogy része legyen ennek az új világrendnek. Ez, ez a lényeg az egésznek, hogy megtörjék az emberek ellenállását. Az embereknek akarni kell ebben a rendszerben élni. Ezért mondtam, hogy a hite mindenkinek a legfontosabb a hitért a, megy a harc a világban, hogy ki kibeveti a hitét. És a legtöbb ember a világba fogja vetni a hitét, mert a, 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 kézen meg nem fogható dolgokba nem tudja. És ezért úgy lesz vele, hogy aki biztosítja számára az életet, ahhoz fog csatlakozni. Úgyhogy ez egy, ez egy sokkal-sokkal összetettebb probléma, mint sem harcolni az új világrend ellen, vagy sátán, vagy Isten, vagy akármi. Ha valakinek nincs hite, akkor az a része lesz az új világrendnek, és akinek gyenge a hite, az is része lesz az új világrendnek. én azért mondom, hogy most, amíg Magyarországon ilyen kánaán van, mint most, kellene mindenkinek ráfókuszálni arra, hogy mi a lényeg, és azzal foglalkozni, nem pedig a, a világ ostoba dolgaival, meg Különösen úgy, hogy alig van hátra idő. Ez legalábbis ez az én meglátás. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha elhiszed azt, hogy az élet után örök élet vár, akkor el kell hinned azt is, hogy ez az élet jelentéktelen. Hát az anyagi dolgok, a pénz, a tárgyak, azok semmi, semmi, nem olyan fontos, hogy Így van. azokat nagyobbra becsüld, mint Abszolút. azt az életet, ami majd örökké fog tartani. A, csak nem mindegy, hogy melyik oldalon fog örökké találni, Így van. <laughs> Szerintem a legtöbb ember azon az oldalon lesz, amit nem szeretne örökké, de, de úgy van, ahogy mondod. Viszont van ahonnan egy másik, tudod, hogy ahhoz hitre van szükség, hogy az ember ezt el tudja engedni. Sőt, hát több mindenre van szükség, mint hitre, de az az, az, az alapja ennek az egésznek, hogy ahhoz, hogy el tudjam engedni, hogy van egy materiális világ. Persze benne élek, én értem, de ez egy olyan speciális időszak, amiben élünk, hogy én szerintem a le évtizedek óta tudom, biztos vagyok benne, hogy ez egy speciális időszak. A teremtő megmutatta sokkal régebben, mint hogy felébredtem volna, de most már értem, hogy miért éreztem. De biztos vagyok benne, hogy más is érzi ezt belül. Hogy ez egy olyan speciális időszak, amiben élünk, amihez fogható nem volt a világon. Csak az, amikor a megváltó földön jár. de azon kívül ez egy, ez egy abszolút Különleges időszak, a legkülönlegesebb az összes közt. Ez a vége ennek a fejezetnek. Úgyhogy ez nem, ilyen nem sok van. Szóval szerintem mindenkinek össze kéne szedni magát és rákoncentrálni arra, hogy kihozza a legtöbbet, ha már megadott ez a lehetőség számunkra, hogy kiderítsük az igazságot és változtassunk a saját sorsunkon. A világén nem lehet.